Feladatok megoldása egyenletekkel, egyenletrendszerekkel, egyenlőtlenségekkel. A megoldás lépései. Olvassuk el figyelmesen a feladatot, akár többször is, értsük meg a szöveget, milyen adatot ismerünk, mit kell kiszámítanunk. A kérdés alapján megválasszuk az ismeretlent vagy ismeretleneket, és ezt jelöljük egy betűvel, például X-el, Y-nal, A-val, B-vel. Felállítjuk az egyenletet, egyenletrendszert vagy egyenlőtlenséget a feladat szövege alapján. Megoldjuk az egyenletet, egyenletrendszert vagy egyenlőtlenséget. Ellenőrizzük a kapott eredményt. Majd értelmezzük a megoldást, és válaszolunk a feladat kérdésére. A következőkben néhány megoldott feladat segítségével szemléltetjük a megoldás egyes lépéseit. Az első megoldott feladatunk a következőképpen szól. Ha egy egész szám háromszorosához hozzáadunk 10-et, akkor 25-öt kapunk. Melyik ez a szám? A megoldás lépései a következők. Miután elolvastuk és megértettük a feladat szövegét, jelöljük X-el az ismeretlen számot, és így felállítjuk ezzel az egyenletünket. Azt olvashattuk, hogy az egész szám háromszorosához hozzáadunk 10-et, ezért az X ismeretlenünket szorozzuk 3-mal, plusz 10-et írunk, és ekkor 25-öt kapunk, tehát egyenlő 25-tel. Így az egyenletünk x-szer 3 plusz 10 egyenlő 25 lesz. Megoldjuk az egyenletet. A 10-et plusz 10-et átvisszük a jobb oldalra mínusz 10-nek, így 3x egyenlő 25 mínusz 10-zel. Elvégezve 3x egyenlő 15-öt kapunk. Beosztva az egyenletünk mindkét oldalát az ismeretlen együtthatójával, azaz 3-mal, megkapjuk, hogy x egyenlő 5-tel. Ellenőrzésképpen ez eredményt visszahelyettesítjük az x helyére, azaz 5 szorozva 3 plusz 10 egyenlő 25-tel, és mivel 15 plusz 10 egyenlő 25-tel igaz összefüggést kapunk, ezért látjuk, hogy helyesen dolgoztunk. Felelünk a kérdésre, a keresett egész számunk az 5-ös. Második feladatunk a következő. 3 egymás utáni páratlan egész szám összege mínusz 27. Határozd meg a számokat. A megoldás lépései a következők. A feladat elolvasása és megértése után a keresett számokat jelöljük. Az első számunk legyen az x. A második számunk azért x plusz 2, mert ha egymás utáni páratlan számokról beszélünk, akkor nem egyel, hanem kettővel fogja őt követni, tehát az előzőhöz, az elsőhöz kettőt hozzáadva a másodikat x plusz 2-vel, míg a harmadikat x plusz 4-jel fogjuk jelölni. Az egyenlet felállítva a következő lesz. X plusz 2 a második szám, plusz x plusz 4 a harmadik szám, és az összegük a feladat szövegéből látszik egyenlő mínusz 27-tel. Az egyenletet rendezzük, azaz bal oldalon hagyjuk az ismeretlent, jobb oldalra pedig a szabad tagokat visztük át. Így x plusz x egyenlő mínusz 27, mínusz 4, mínusz 2-vel. Összevonjuk az egyenletet, azaz 3x egyenlő lesz mínusz 33-mal. 3-mal beosztva az egyenletünk mindkét oldalát, x egyenlő mínusz 11 értékét kapjuk meg, amelyik az első szám lesz. A második számot úgy kapjuk meg, hogy az elsőhöz 2-t adunk, azaz mínusz 11 plusz 2 egyenlő mínusz 9-el, a harmadik számot pedig úgy, hogy 4-et adunk hozzá, így mínusz 11 plusz 4 egyenlő mínusz 7 lesz. Ellenőrzésképpen összeadjuk a három számot, mínusz 11 plusz mínusz 9 plusz mínusz 7, ami egyenlő mínusz 27-tel, igaz összefüggést kapunk, tehát felelhetünk a feladatunk kérdésére, ami az volt, hogy melyik ez a három egymás utáni
páratlan egész szám, és a keresett számok a mínusz 11, mínusz 9 és mínusz 7 lesz. A harmadik megoldott feladatunk a következő. A 2, x, mínusz 6 és 8 számok számtani középarányos a 2. Határozd meg az x számot. A megoldásunk a következő. Észrevesszük, hogy itt a számtani középképletét kell alkalmazzuk, melyet az adott négy számra a következőt kapjuk. 2 plusz x mínusz 6 plusz a 8. Törve 4-jel, hiszen 4 számunk számtani középarányosa van megadva, egyenlő 2-vel. A számlálóban elvégezve a műveleteket, egyszerűbb alakra hozzuk az egyenletet. Így már csak x plusz 4, törve 4 egyenlő 2-t kapunk, majd keresztbe szorozva azt kapjuk, hogy x plusz 4 egyenlő 4-szer 2-vel, azaz 8-al, ahonnan x egyenlő 8 mínusz 4-jel, következik x egyenlő 4-jel. Ellenőrzés, 2 plusz 4 mínusz 6 plusz 8 törve 4-jel egyenlő kell legyen 2-vel, 8 törve 4-jel egyenlő 2-vel, 2 egyenlő 2-vel igaz összefüggést kapunk, tehát felelünk a kérdésre, a keresett x számunk a 4-es. Határozd meg azokat a negatív egész számokat, amelyek ötszöröséhez 8-at adva nagyobb számot kapunk ennek a számnak a háromszorosánál. Megoldásunk a következő. Olvassuk el többször a feladat szövegét, hogy értelmezzük és jobban megértsük. Láthatjuk, hogy itt nem egy számot keresünk, hanem több negatív egész számot is, amelyekre teljesül a feladatban tett feltétel. A feladat szövegéből az is kiderül, hogy egyenlőtlenséggel tudjuk a keresett számokat meghatározni. Ha x-el jelölöm ezeket a számokat, akkor a feladat szövege alapján a következő egyenlőtlenséget írhatom fel. Ha a számok ötszöröséhez 8-at kell adnom, akkor 5-ször x plusz 8-ként írom fel, és ha ezek nagyobbak lesznek, mint ennek a számnak a háromszorosa, akkor nagyobb, mint 3-szor x összefüggést írjuk. Megoldjuk az egyenlőtlenségünket, azaz rendezzük az egyenletet, 5x mínusz 3x egyen nagyobb lesz, mint mínusz 8, ami egyenértékű azzal, hogy 2x nagyobb, mint mínusz 8, 2-vel osztva az egyenlőtlenségünket, x nagyobb, mint mínusz 4. Olyan negatív egész számokat keresünk, amelyek nagyobbak, mint mínusz 4. Ezek a számok pedig mínusz 3, mínusz 2, mínusz 1. Feleletünk a keresett számok a mínusz 3, mínusz 2 és mínusz 1. Ötödik megoldott feladatunk a következő. Két szám összege 3. Ha az egyik háromszorosának és a másik négyszeresének különbsége 2, határozd meg a számokat. A megoldásunk a következő. A feladat elolvasása és megértés legyen az első lépésünk, melyből is az derül ki, hogy két különböző számot keresünk. Ezért a keresett számokat jelölhetjük x-el és y-nal. Az egyik háromszorosa ezek szerint 3x, a másik négyszerese pedig 4y lesz. Felírjuk az egyenleteket. Az első mondatunk szerint két szám összege 3, azaz x plusz y egyenlő 3-mal. A második mondatunk pedig azt mondja, hogy ha az egyik szám háromszorosának és a másik szám négyszeresének a különbsége 2, azaz 3x mínusz 4y egyenlő 2, akkor így határozzuk meg ezeket a számokat. Összekapcsoljuk a két egyenletünket. A kiküszöbölés módszerét választottam, azaz az első egyenletemet mínusz 3-mal beszorozva, mínusz 3x mínusz 3y egyenlő lesz mínusz 9-el, a második egyenletünket változatlanul leírva,
3x mínusz 4y egyenlő 2-vel, összeadjuk az egyenleteket, így az x tagunk kiesik, és mínusz 7y egyenlő mínusz 7 összefüggést kapjuk, amit elosztva mínusz 7-tel y egyenlő 1 értékét kapjuk meg. Ezt az értéket visszahelyettesítve az első egyenletbe, azaz az x plusz y egyenlő 3-ba, azt kapjuk, hogy x plusz 1 egyenlő 3-mal, ahonnan x egyenlő 3 mínusz 1, azaz 2-vel. Az ellenőrzésünk, ha összeadjuk a két számot, 1 és a 2 3-at ad, ha pedig az első háromszorosát, vagyis 3x2-ből kivonjuk a második négyszeresét, 4x1, 4, akkor 6-ból 4, azaz tényleg 2-t kapunk. Feleletünk tehát a keresett számok a 2 és az 1. Hatodik megoldott feladatunk a következő. 4 évvel ezelőtt Anna életkora 6-szor volt kisebb, mint Bence életkora. Az idén Anna már csak 2-szer fiatalabb, mint Bence. Számítsd ki, hány éves most Anna, és hány éves Bence. A megoldásunk a következő. Jelöljünk, avval jelöltem Anna életkorát, B-vel pedig Bence életkorát most. Így az egyenleteket felírva a következő képen látható. Ha a feladat azt mondja, hogy 4 évvel ezelőtt Anna életkora 6-szor volt kisebb, mint Bence életkora, akkor Anna életkorából kivonva 4-et, és ezt szorozva 6-tal, egyenlőt kapok Bence életkorából kivonva 4 értékével. A második mondatban pedig azt olvashattuk, hogy az idén Anna már csak 2-szer fiatalabb, mint Bence, azaz 2-szer A egyenlő lesz B-vel. Így kialakult az egyenletrendszerünk. Nagyon egyszerűen tudunk dolgozni akkor, ha most a helyettesítés módszerét alkalmazzuk, azaz az első egyenlet B értéke helyére beírható a második felírt egyenletből a 2A értéke, hiszen 2A egyenlő B-vel a második egyenlet értelmében. Így 6A mínusz 24 beszorozva 6-tal egyenlő lesz 2A mínusz 4-jel B értékére 2A értékét helyettesítve. A második egyenletünk változatlanul marad. Rendezve az egyenletet, 6a mínusz 2a értéke egyenlő mínusz 4 plusz 24-el, azaz 4a értéke egyenlő lesz 20-a, és 2a egyenlő lesz b-vel. Behoztva az első egyenletünket 4-el, megkapjuk, hogy az a értéke egyenlő 5-tel. Ezt az értéket behelyettesítjük a második egyenletünkbe, azaz 2x5 egyenlő a b értékével, ahonnan megkapjuk, hogy az a értéke 5, a b értéke pedig egyenlő 10-el. Ellenőrzés. 5-ből 4 egyenlő 1-jel, 10-ből 4 egyenlő 6-tal, ezzel azt jelképeztük, hogy 4 évvel ezelőtt Anna 1 éves volt, Bence pedig 6 éves volt. Valóban Anna 6-szor fiatalabb. És a második ellenőrzésünk, amikor azt mondta a második mondatunk, hogy az idén Anna már csak 2-szer fiatalabb, mint Bence, ez látható, hiszen a mostani értékek A egyenlő 5-tel és B egyenlő 10-zel látható, hogy 2-szer nagyobb a 10 az 5-nél. Feleletünk tehát most Anna 5 éves, Bence pedig 10. És végezetül 5 feladatot láthattok, amelyeket önállóan is meg lehet próbálni megoldani, hiszen a megoldásukhoz ugyanazokat a módszereket, eljárásokat kell alkalmazni, mint amit az előbbiekben láthattatok. Jó munkát kívánok!